Sziasztok, megkezdjük az őszi pontyhorgászatainkat. Első körben ellátogattunk egy egyesületi tóra, itt vagyunk Dégen, és megpróbálunk nagyobb termetű halakat is a mai nap folyamán megfogni. Tónak egy olyan részén ültünk most le, ahol itt mélyebb egy kicsit a víz, tehát itt fogunk szerencsét próbálni. Aztán meglátjuk, hogy mit fog adni a mai nap. Elég jól küzd, nem is baj. Gyorsan elhúztam. A standard pointnak érzed? Hát szerintem ő az lesz, igen. De legalább már valami van, úgyhogy a délőtt az elég eseménytelenül telt. Na most délutántól majd talán beindulnak. Semmi, ez nagy. Nagyon jól küzd. És megindult visszafele. Ez az. Megpróbáljuk elni. Gyönyörű, mivel fogtad? Ez puncsos, mentás, tornádó oldódó. Laptersszal fogtuk. Nagyon szép kis halacska. Mindjárt megmérjük. Okay, a mai napon egy fehér csokis és egy mangós etetőanyagot kevertem össze. Így, és úgy néz ki, hogy ma ez a dupla tornádó variáció jön be. Különböző ízesítésekkel, mangós. És egy kis vajsavspré. Én egy fekete halas etetőanyagot állítottam össze, és plusz van még mangós és banános kukorica fog kerülni a pelletféder kosárba. Felszerelésem a mai napon az 0,20-as főzsinórom van, ez össze van kötve egy 0,25-ös vonatzsinórral,
hogy bírja ezt a nagy kosarat, amit dobálni fogok a nap folyamán. Beleteszem a kukoricát, és ezt körbezárom egy etetőanyag réteggel. Így. Ez így egy kellően nagy falat lesz. Szép kis sötét tónusú, fekete és kárász. Szerintem már egy ponty. Kis amúr lesz. Újabb meglepetés. Igen. Mai nap már a második. Szedves kis koilit raktam fel, mondjuk annyira nem kicsi, 14 mm-es, de felvette. Na, újabb fogás. Következő fogásod? Egy újabb picur amur. A másikba. Szép. Ezüstös. Egy szemepres bolyóra jött. De milyen szép színe van. Lassan ránk sötétedik, úgyhogy befejezzük a horgászatot. Összességében egy jó napot zártunk, fogtunk kárászokat, pontyot és amúrt is. Azt el lehet mondani, hogy az oldódó csalik működtek a mai nap folyamán jól. Talán főzött csalival egy halat sikerült fogni. Az összes többi és a seminek is az összes hala az kizárólag ezekre az oldódó füstölő vérző csalikra jött. A mangos működött nagyon jól, és a puncs és mentát emelném ki, ami itt azért adta a halakat, de én fogtam epressel is. Horgászhatok ti is sokat, nem sokára találkozunk egy másik helyszínen. Sziasztok!